Felújítások a Nyírtávhőnél. A szolgáltató ezen a nyáron közel 300 millió forint értékben fejlesztett a megye székhelyen. Novemberben költözhetnek 1 milliárd forintos önkormányzati beruházás eredményeként 71 bérlakás épül Nyírbátorban. Bántalmazás akár háromszorosára is emelhette a családon belüli erőszakos cselekmények számát a járványhelyzetben bevezetett kijárási korlátozás és karantén. Befejeződtek a Nyírtávhő nyári felújítási munkálatai a közterületeken. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A társaság ebben az időszakban közel 300 millió forint értékben fejleszthette hálózatát a megyeszékhelyen. A szeptember 15-i fűtési időszak kezdetéig még folynak a karbantartási munkálatok a vezetékek alépítményein, addig a fogyasztóknak is érdemes átnézniük otthoni fűtőtestjeiket. Mint minden évben, ezúttal is a legmelegebb évszakban végezte felújításait a Nyírtávhő Kft. A berendezések korszerűsítése és szükség szerinti cseréje egész évben folyamatos, a nagyobb beruházások kivitelezésére azonban a fűtési időszak leállításakor van lehetősége a távhőszolgáltatónak. A Nyírtávhő saját forrásból idén mintegy 300 millió forint értékben fejleszthetett. Az autó sokkal közelmúltban többek között a Széna és az Országzászló téren, valamint az Ószőlő és a Széchenyi utcán is forgalomkorlátozásokkal szembesülhettek. Több ilyenre már nem kell számítani, mondta el a szolgáltató ügyvezető igazgatója. Közterületen már munkálatokat, csak hibaállításokat végzünk. Beruháztunk 8 nagyobb helyszínen, ahol nagyobb dimenziójú vezetékeket cseréltünk. Ez közel fél kilométer vezetékcsere volt, és még kb. 15 helyszínen voltak kisebb felújítási munkálataink, szerelvénycserék, kompenzátorcserék. A hőközpontjainknál, ugye, ami kevésbé látványos, hiszen nem a közterületekben, hanem az épületek alatt zajlanak, 12 nagyobb hőközpontot felújítottunk. Itt teljes mértékű felújítás volt, nem részleges rekonstrukció, illetőleg hát számos helyen főberendezés cseréket végeztünk, szivattyúkat, szabályozó szerepeket. Bár a beruházásokon már túl van a távhőszolgáltató, a karbantartási munkálatok még közel egy hónapig folyamatban vannak. Nyíregyháza távfűtési vezetékein belül közel 1000 alépítmény, körülbelül 300 hőközpont, ugyanennyi hőfogadó és majdnem 400 távfűtési akna ellenőrzése történt meg a nyár folyamán. A fűtési szezon szokás szerint szeptember 15-én indul, addig is, aki még nem tette, érdemes az otthoni fűtőtesteket nyári állapotba kapcsolni a megbízható működés érdekében. Amennyire lehetőségük van, a radiátor szelepeket nyitott állapotban tartsák, hogy a fűtési időink kezdetén ugye egyrészt ne legyen a radiátorban levegő, másrészt pedig, hogy a szelep ne hibásodjon meg, tehát ne ragadjon le abban az állapotban. Úgyhogy ahol ezt megtették, ott szerintem problémamentesen fog indulni a fűtési időszak. Nyilván felkészülünk arra is, hogy lesznek olyanok, ahol nem történt ez meg, és hát örök visszatérő probléma, és ez változik én is, hogy a légtelenítés, telepek meghibásodása, de erre természetesen erőforrással állunk rendelkezésre. A Nyíregyházi Társaság területéhez mintegy 16 ezer lakossági fogyasztó tartozik. Mintegy 4 millió légköbmétert fűtenek, ezzel országos viszonylatban a 9. legnagyobb szolgáltatónak számít a Nyírtávhő. A megyeszékhely 1966-tól távfűtéses. A hálózat korszerűsítése folyamatos volt az elmúlt évtizedekben. A földben lefektetett vezeték mintegy 50 kilométer hosszúságú. Novemberben költözhetnek be a lakók abba a Nyírbátori társasházba, amelyet az önkormányzat épít 1 milliárd forint értékű saját beruházásként. A 71 lakást a városban és környékén élők bérelhetik ki 5 évre. Az önkormányzat célja az, hogy segítse a településen a munkát vállaló fiatalokat az önálló élet megkezdésében. Nyírbátorban több nagy cég működik, amelyek számos munkalehetőséget kínálnak a városban és környékén élők számára. A 12 ezer lakos számláló településen igyekeznek mindent megtenni azért, hogy helyben tartsák a fiatalokat és kedvező jövőképet kínáljanak a máshonnan érkezők számára. A bérlakás programnak köszönhetően ősztől egy 71 lakásos társasházban kezdhetik el önálló életüket azok, akik hosszabb távra terveznek Nyírbátorban. Ez alapvetően önkormányzati forrásból épül, tehát ebben nincsen visszatérítendő vagy kedvezményes hitel. Az önkormányzat úgy biztosít ehhez forrást, hogy egyharmad részt azt abszolút a költségvetés terhére
kétharmad részt pedig kereskedelmi banki hitelből biztosítjuk. Nagyságrendileg nettó összegben olyan 1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, és ez a 71 lakás elsősorban a Nyírbátorban élő vagy a környéken élő fiatalok számára épül, akik itt telepednek le, itt vállalnak munkát, és itt szeretnének családot alapítani. Az ő részükre szeretnénk egy ilyen első lépcsőt biztosítani, hiszen egyből mindenki nem tud mondjuk a kedvezményes lakásépítési vásárlási lehetőséggel élni. Nekik egy ilyen áthidaló megoldás az 5 éves bérleti lehetőség. A tervek szerint nyár végére befejeződtek volna a munkálatok, azonban a járványhelyzet miatt október végén adják át a lakásokat, amelyeket novembertől vehetnek birtokukba a bérlők. A koronavírus a város költségvetésében is érezteti hatását. Ennél a projektnél is sok mindent át kellett gondolnunk. Összességében azért, mint minden más várost, a mi városunk költségvetését is elsősorban bevétel oldalon jelentősen érintette, hiszen az adóbevételek egy része vissza is esett, tehát a cégek sem olyan nyilván mértékben tudnak adót fizetni. A bizonyos kormányzati intézkedések is ugye forráselvonást jelentettek a város részére. Ez összességében azért ebben az évben nagyságrendileg 500 millió forintot jelent. Ha figyelembe vesszük, hogy 3,5 milliárdos a működési költségvetés, akkor ez egy jelentős tétel, de a feladat az áll előttünk, meg kell oldani, igyekszünk, a kollégákkal ezen dolgozunk, úgyhogy ennek ellenére is biztosítani tudjuk a stabil működést ebben az évben is. Nyírbátorban a hagyományos nyári programok többsége ezúttal elmaradt, de a polgármester bízik abban, hogy lesznek még idén szórakoztató rendezvények a városban. A kollégákkal két verzióval készülünk, hogy egy második hullám esetén nyilván, ha nincsenek úgy rendezvények, vagy kisebb létszámban, vagy sokkal szigorúbb feltételek mellett kell megtartanunk a rendezvényt, de alapvetően úgy számolunk, hogy innentől kezdve azért az őszi időszakban egy visszafogottabb, de azért a kulturális életet biztosító programsorozat lesz. Szüksége van az embereknek a kultúrára, a kikapcsolódásra, egy kicsit a lazításra, ezért akármilyen feltételek is lesznek, bizonyos mérték és bizonyos nagyságú kulturális programot biztosítunk az itt élők számára a jövőben is. Máté Antal elmondta még, hogy egyelőre nincs munkaerőhiány a városban, de amint a multinacionális vállalatok visszaállnak a teljes termelésre, ismét foglalkozniuk kell a problémával. Akár háromszorosára is emelhette a családon belüli erőszakos cselekmények számát a járványhelyzetben bevezetett kijárási korlátozás és karantén az egész világon, így Magyarországon is. Az elmúlt években a prevenciónak köszönhetően egyre több ilyen eset kerül napvilágra, de még így is magas a látencia. Tavasszal egy olyan élethelyzettel kellett szembenéznie a társadalomnak, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Beszűkült az élettér, a családtagoknak összezárva, szorosan együttműködve kellett a hétköznapi életüket megoldani. Egy ilyen szituáció még az egyébként jól működő kapcsolatokat is megviselheti. Az biztos, hogy az elmúlt években folytatott tájékoztató kampánynak is köszönhetően egyre több nő van, aki eljut odáig, hogy valaki ezt segítségért fordul, hogy felmeri ezt vállalni. Nyilvánvalóan, hogyha elég egyértelmű, mondjuk egy olyan erőszakos cselekményről van szó, ami már a rendőrségi hatáskörébe tartozik, és azt bemeri jelenteni a rendőrségen, akkor az rendőrségi eljárás, tehát hatósági eljárást von maga után. Ezeknek a száma azért azt látható módon az elmúlt években emelkedik, de mondom, szerintem ennek az oka alapvetően az lehet, hogy a tájékozottabbak a nők tudják, hogy kihez fordulhatnak jobban, és jobban felismerik ezt vállalni. Rengeteg információ van, ami ezzel kapcsolatos, hogy nem csak a rendőrséget, hanem milyen segélyvonalakat lehet hívni, milyen civil szervezeteket lehet fordulni, és élnek is ezzel a lehetőséggel. Tehát van egy emelkedő tendencia, de azért azt látni kell, hogy a esetek túlnyomó többsége az még mindig látenciában maradt, tehát nincs hatósági tudomás róla. Általánosságban női áldozatokról beszélünk, de a gyermekeket és akár férfiakat is érinti az érzelmi és fizikai bántalmazás is. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont munkatársai a korlátozás elején 20-25%-kal több hívást kaptak, mint az előző év ugyanezen időszakában. A szolgáltatás teljesen anonim, azonban ha fizikai segítségnyújtásra is szükség van, esetleg ki kell menteni az áldozatot, akkor tartózkodási helyet és elérhetőséget is biztosítani kell. Anonim a szolgálatunk, tehát nem is kell bemutatkozni nekünk, és azt sem kell megmondani a hívónak, hogy honnan telefonál, tehát éppen ezért nincsenek erre vonatkozóan információink, viszont azt azért talán megnyugtatásként el tudom mondani, hogy vannak krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve szélutasházak is az önök megyében. Utóbbiak egyébként olyan hosszú távú megoldást tudnak nyújtani az áldozatok számára, ahol
lakhatást biztosítanak számukra, és ugyanúgy egyfajta szociális jogi segítségnyújtás zajlik, viszont védett körülmények között. Ebben a krízisközpontokban, titkos menedékházakban, illetve az emberkereskedelem áldozatai részére létrejött átmeneti szállásokon szociális munkás, jogász, pszichológus, szakgondozók foglalkoznak az áldozatokkal, és az a céljuk, hogy olyan biztonságos megoldást találjanak, amely által nem az az út, hogy vissza kell menni a bántalmazóhoz, vagy a bántalmazói légkörbe, településre, városba, vagy nem feltétlenül, hanem egy olyan hosszú távú biztonságos megoldás, amely tényleg azt segíti, hogy egy új életet tudjanak kezdeni ezek a bántalmazottak. A sértettek többsége észre sem veszi, hogy ilyen kapcsolatban él egészen addig, ameddig ez már fizikai bántalmazásig nem fajul. Sok esetben olyan mértékű a függőség, hogy egyedül nehéz változtatni. A korábbiaknál többbe kerül a biztosítóknak az idei viharszezon. A lakásbiztosítások kiválasztásánál érdemes szakértő segítségét igénybe venni. Nem mindegy ugyanis, hogy mire nyújt fedezetet a csomagunk. Fontos az is, hogy minden nagyobb lakáskorszerűsítés után vizsgáljuk felül a biztosításunkat. 10 éve készültek ezek a felvételek. 2010-ben rég látott hatalmas viharok pusztítottak az országban, ami alól Szabolcs-Szatmárbereg sem volt kivétel. 8 csendesebb évet követően tavaly ismét jócskán megtépázta a megyét a vihar, ami aztán idén szinte ugyanakkor június végén csapott le a térségre. Noha a május elején kezdődő viharszezon augusztus végéig tart, az már most látszik, hogy az idei az előző 2 événél többe fog kerülni a biztosítóknak. A júniusi 5 milliárd forintot követően a júliusi időjárási anomáliák legalább 2,5 milliárd forinttal terhelték meg a biztosítók büdzséjét, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének adataiból. Az egyre gyakoribb jéggel, villámlással és felhőszakadással járó károkozó viharok miatt nem mindegy, tehát rendelkezünk-e lakásbiztosítással. A károsultak akkor szembesülnek egy bizonyos biztosítással, hogy az mennyire jó nekik vagy nem, amikor a kárrendezésre kerül a sor. És sajnos elég sok kárt el kell utasítani, hogy nincs benne az adott kockázat az ő biztosításával. Érdemes ezeket a biztosításokat szakemberrel megnézetni, ugyan meg lehet kötni interneten is, de azt szoktam mondani, ez nem olyan, mint egy GFB, hogy megkötöm a legolcsóbbat, azért itt egy ár-értékarányt kell nézni egy vagyonbiztosításnál, mert nagyon eltérőek. Tehát hiába van beírva egy beázás, ugyanannál biztosítónál és másik hatnál nem ugyanazt tartalmaz. Az sok mindentől, mások mellett a vagyontárgyaktól, a lakás elhelyezkedésétől függ, milyen biztosítást érdemes kötnünk, a legmegfelelőbb kiválasztásában is tud a szakértő segíteni. A paletta pedig igen széles, rengeteg biztosító versenyez egymással az ügyfelek bizalmának elnyeréséért. Ez egyéntől függ, mindenkinek a pénztárcájától, a lakásától, habitusától, hogy melyik biztosító neki a legmegfelelőbb. Ezért kell szakemberhez fordulni, mert ő meg tudja találni, épp úgy, mint egy orvos meg tudja találni az ügyfélnek, hogy mi a problémája. Egy orvos is meg tudja találni, hogy az adott lakáshoz, az adott ügyfélhez melyik biztosító, melyik terméket tartozik, mert egy biztosítónak is van több vagyonbiztosítási terméke, és az se biztos, hogy melyik illik az ügyfélnek a vagyonához. A szakember elmondása alapján érdemes 3 évente megnézni a kínálatot, ahogy a lakás korszerűsítések után is fontos a biztosítás felülvizsgálata. Sok kockázati elem ugyanis nincs benne a régebben kötöttekben, és az ingatlan értéke is változik az idő múlásával. Jelenleg egyébként a hazai lakosság mintegy 3/4 rendelkezik lakásbiztosítással. Új magyar fejlesztésű mobil alkalmazás segítheti az autósokat. Az applikációval riaszthatják egymást a járművezetők, ha valamelyikük rossz helyen parkolt, vagy égve hagyta a fényszórót. A cél az autós kultúra fejlesztése és egy autós közösség kiépítése. A legkörültekintőbb autóssal is előfordulhat, hogy felkapcsolva hagyja a világítást, és sajnos bármikor elkezdhet csöpögni az olaj a járműből. Ezeket sok esetben már túl későn veszi észre az autó tulajdonosa. Az AutoÖrszem applikációval azonban üzeneteket, riasztásokat küldhetnek ilyen esetben egymásnak az autósok. Egy éve adták ki az alkalmazás első verzióját, ma már több funkció található benne és sokkal stabilabban működik.
Nagyon egyszerű használni, be kell írni a rendszámot, akinek tulajdonosát riasztani szeretnénk, és bepipálni, hogy miről szeretnénk értesíteni. Egy kattintással lehet jelezni, ha valaki rossz helyre parkolt, épp elvontatják az autót, vagy ha bekapcsolt a riasztó. A legújabb frissítés óta adott a lehetőség szabadszavas üzenetküldésre is. A cél nem csak a felmerülő problémák gyors megoldása, hanem az is, hogy egymásra figyelő autós közösséget indítsanak, és fejlesszék az autós kultúrát. Az alkalmazás akkor lehet sikeres, ha minél több rendszámot regisztrálnak, hiszen a riasztás csak így érhet célba. Egy rendszámnak egy jogosultja lehet, de több személy is kaphat értesítést, ha a tulajdonos úgy határoz. Fontos, hogy a rendszám anonim, vagyis nem derül ki, kihez tartozik a gépkocsi, vagy ki küldte a riasztást. Az üzenetet kapó autó tulajdonos értékelheti, hogy mennyire volt hasznos az információ, így ha valaki hamis riasztásokkal próbálkozik, inaktiválható a fiókja. Elérhető továbbá egy autóra ragasztható matrica is, amivel jelezhető, hogy a tulajdonos használja az applikációt. Ez megkönnyíti a riasztást küldők dolgát, hiszen azonnal tudható, hogy az információ célba ér. A fejlesztés még nem ért véget, a visszajelzések és kérések alapján további újítások várhatóak, mint a zónaterület alapján történő riasztás, de a fejlesztők tervezik az aktív felhasználók jutalmazását is. A házigazda nyíregyházi Teke klub csapata nyerte a 21. Kárpát kupa felkészülési tornát. A második helyen az Eger, a harmadik helyen pedig a Debrecen végzett. Egyéniben a nyíregyházi Hakker Dezső végzett az élen. Az NTK szeptember 5-én Zalaegerszegen kezdi a szezont. Szeptember elején kezdődik a szezon a Teke Szuperligában, így a csapatok már felkészülési mérkőzéseken, illetve tornákon csiszolják formájukat. Nyíregyházán több mint két évtizedes múltra tekint vissza a Kárpát-kupa, amelyen volt, hogy négy nemzet képviselői mérték össze tudásukat. Idén a nagysáros részvétele tette volna nemzetközivé a tornát, azonban a járványhelyzet miatt az állandó vendégnek számító szlovákiai gárda lemondta a részvételt. Így a Debrecen és az Eger ellen mérhették le a két csapatot indító nyíregyháziak, hogy hol tartanak a felkészülésben. Már július első napjaiban meg tudtuk kezdeni a gurítást, végül is hosszabb leállás után ez mindenképpen dukált a csapatnak, még azért érezhető, hogy van egy kis lemaradásunk az előzőekhez képest, mert azért elég hosszú volt így a kiesés, de mégis úgy gondoljuk, hogy ezek a felkészülési tornák ezek nagyon nagyban hozzájárulnak majd, hogy újra felpörögjünk, és a szeptember 5-i rajtot majd akár sikeresen, eredményesebben tudjuk kezdeni. Sajnos a csapatszerkezetben változások történtek, a Szegő Levente visszaigazolt Debrecenbe, míg a Stier Tamás is haza látogat olyan szinten, hogy az ózdi csapatát fogja a következő idényben erősíteni. Sajnos nem sikerült helyettük még pótolni játékosokat, de már az időszűke miatt valószínűleg ez nem is sikerül majd. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a 8-as fős kerettel fogunk neki látni a Szuperligának. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen bemaradásra esélyes a csapat, bár a következő idényben szintén négy csapat fog kiesni. A nyíregyháziak számára fontos lenne, hogy már az első fordulókban szerezzenek pontokat. A nyitányon viszont az esélytelenek nyugalmával léphetnek dobóállásba fintáik. Rögtön megkaptuk az egyik nagy ágyút, ráadásul a Zalaegerszeg otthonába kezdünk. Én ezt úgy értékelném, hogy ez egy héttel kitolja számunkra a felkészülést, mert ott semmi, de semmi veszíteni valunk, mint Zalaegerszegen. Utána rögtön hazai pályán a Szent Gotthárd csapatát látjuk vendégül, ami borzasztóan nehéz lesz. Tavaly idehaza sajnos kikaptunk tőlük egy nagyon parás mérkőzésen, és a visszavágóra már nem került sor, de azt lehet mondani, hogy még mindenképpen a hazai pálya előnyét azt élvezhetjük majd, és bízunk benne, hogy ott már sikerül győzelemmel kezdenünk, majd azt követően megyünk Kazincbarcikára, ami szintén egy majdnem hogy négy pontos mérkőzés lesz számunkra, úgyhogy az első három forduló igencsak nehezen fog majd alakulni a nyíregyházának. A Kárpát-kupát végül a házigazda NTK első csapata nyerte az Eger és a Debrecen előtt. Egyéniben a nyíregyházi Hakker Dezső bizonyult a legjobbnak 586 fás teljesítménnyel. A bajnoki rajtik fintáig még viszonozzák a debreceniek és az egriek látogatását. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban.
közel 300 millió értékben fejlesztette Nyíregyháza hővezetékeit a nyírtávhő. Az elmúlt hónapokban a szolgáltató szakembereivel az autósok összesen 8 forgalmasabb közlekedési csomópontnál is találkozhattak, közterületen azonban már nem lesznek felújítási munkálatok. A fűtési idény szeptember 15-én indul, addig a fogyasztóknak is érdemes átnézetniük otthoni fűtőtesteiket. A nyár végére tervezték, de a járványhelyzet miatt novemberben költözhetnek be a lakók abba a Nyírbátori Társasházba, amelyet az önkormányzat épít 1 milliárd forint értékű saját beruházásként. A 71 lakást a városban és környékén élők bérelhetik ki 5 évre. Az önkormányzat célja az, hogy segítse a településen a munkát vállaló fiatalokat az önálló élet megkezdésében. Akár háromszorosára is emelhette a családon belüli erőszakos cselekmények számát a járványhelyzetben bevezetett kijárási korlátozás és karantén az egész világon, így Magyarországon is. Az elmúlt években a prevenciónak köszönhetően egyre több ilyen eset kerül napvilágra, de még így is magas a látencia. Augusztus 21-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel hétfő este várjuk legközelebb Önöket. Hétvégén heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a hétközben elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!